A Mindszenty József szellemisége alapján végzett oktató nevelő munkáért kapott emlékérmet Csehi Mindszentnek, a bíboros szülőfalujának iskolája. A pedagógusokkal mindent megteszünk, hogy Mindszenty bíboros úrnak a neve és az öröksége még nagyon sokáig fennmaradjon. Mindszentynek szenvedése. Az iskola tanulói versekkel, énekkel színesítették az átadót. A Sopron-kőhidai börtön Mindszenty emlékhelyének megvalósításáért és a politikai elítéltek emlékezetének fenntartásáért vehette át az elismerést az intézmény egykori parancsnoka. 2011-es évben jött a gondolat, hogy Mindszenty 44 karácsonyán ott raboskodott, és állítsunk emléket neki. És akkor létrehoztunk egy emlékszobát. Nagyon sok segítséget kaptunk a Mindszenty alapítványtól, nagyon sok segítségért a Mindszenty Társaságtól. Eredeti tárgyai vannak ott Mindszentynek. Mindszenty emlékéremmel jutalmazták Varga János tevékenységét is, aki az ausztriai magyarság körében nemzetmegtartó, közösségteremtő szolgálatot végez. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a Pázmánom, Bécsi Pázmánomnak vagyok a rektora, és az egy Mindszenty emlékhely, hiszen ott élte utolsó életének utolsó 4 évét a száműzetésben. Ez volt a főhadiszállás, ahonnan ő az utazásait kezdte, és ahova visszaérkezett. És amikor én oda kiérkeztem, akkor eldöntöttem, hogy ezt mint emlékhelyet azért egy kicsit komolyabban kell venni. A Mindszenty Társaság évente 3 alkalommal ismeri el azoknak a tevékenységét, akik sokat tesznek Mindszenty József bíboros szellemi örökségének ápolásáért, emlékezetének fenntartásáért. Megbecsüljük azok munkáját, akik életükben sokat tettek annak érdekében, hogy Mindszenty bíboros életpályáját, és egyáltalán azt a küzdelmet, amit kommunista diktatúra, annyilas diktatúra, egyáltalán diktatúrák ellen folytatott, ezt próbáljuk felszínre hozni. A megalapításának 20. évfordulóját idén ünneplő szervezet célkitűzései közé tartozik Mindszenty József boldoggá avatása is.